Szeretettel köszöntök mindenkit, ismét online formában, ezen a kis előadás sorozaton, aminek meglehetősen kihívó címe az, hogy mit tett egy ember, aki földön kívüli hatalmakkal kénytelen harcolni. És hát ez egy meglepő cím, és nem egy keresztény előadás vagy bibliai előadás sorozatnak az elejére kívánkozik, nyilván sokan így gondolják. De hogyha elolvassuk Pál apostolnak az Efezusiakhoz írt levelének néhány gondolatát, akkor azonnal képbe kerülünk, hogy ja, hát ez ezt jelenti tulajdonképpen. Mindjárt el is megyünk erre a szakaszára az igének, mert ez az alap igénk, ha tetszik mondani ez az előadás sorozathoz, és aztán lépésről lépésre elmélyedünk a különféle új szövetségi tanítás részletekbe, amik ezzel a témával kapcsolatosak. Tehát az alapige szakaszunk az Efezus 6.12-től 20-ig tartó rész a Bibliából, tehát Efezus 6.12-20. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem fejedelemségek ellen, hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, amelyek a magasságban vannak. Két megjegyzés gyorsan ehhez a kis szakaszhoz. Egyértelműen látjuk, hogy ezek a felsorolt körökben egyébként területi politikai hatalmasságok, pozícióban lévő személyekről, illetve olyan politikai, gazdasági, avagy területpolitikai pozíciókról vagyon szó, amiket általában emberek szoktak betölteni, tehát nincs rá külön szó ezekre. Ezeket nyugodtan lehetne tekinteni személyeknek, embereknek, akik valamiféle geopolitikai szerepet töltenek be. De azt mondja róluk a Biblia, azt mondja róluk itt Pál apostol, hogy nem vér és test, ezzel kezdődik ez a szöveg, hanem gonoszság szellemei ellen, akik a magasságban vannak. Pál apostol azonnal elvisz bennünket abba az ószövetségi világképbe, ami az előadás sorozat hallgatóinak nagyon is ismerős, mely szerint az emberiséget szellemi fejedelemségek, szellemi lények irányítják. És ez több helyütt az Ószövetségi Szentírásban világosan megfigyelhető. Ez a, ha tetszik így mondani, ez a Deuteronomium 32.8-as világkép, vagy Dániel könyvének a világképe. Dániel könyvének 4. fejezetében, 10. fejezetében van erről szó bőven, amely azt akarja, hogy mi higgyük, azt akarja elhitetni velünk, és Pál apostol meggyőződéséből, leveléből látjuk, hogy Pál apostol ezt hiszi, erről van meggyőződve, hogy az emberiséget Isten által kijelölt, de Isten ellen fellázadt, és Isten elleni harcban álló szellemi lények uralják, akiknek különféle rang vannak, ranglétrán helyezkednek el, ha tetszik így mondani, és ennek a mondatnak az egyik lényeges gondolata az, hogy tusakodásunk van velük szemben, ellenük tusakodásunk van. Ez egy kemény harc, ha tetszik így mondani, és ez az előadás sorozat arról szól, hogy ez pontosan hogyan gondolja Pál. Ennek a szakasznak a végén ez rövidre is záródik egyébként. Ez nem más, mint ezeket a furcsa gondolatnak tűnik talán, hogy a velük szemben való harc, a velük szemben való kiállás, az nem egy közvetlen konfrontáció, amikor személyesen velük kell foglalkozni, hanem egy Istenhez való appellálás, egy Istenhez való imádságnak az attitűdje, illetve annak a gyakorlata. Hát folytassuk ezt az ige szakaszt, tehát az Efezus 6.13-tól olvasom, ezért aztán vegyétek fel az Istennek minden fegyverét, hogy
hogy ellenállhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Ez egy érdekes szöveg, beszél Pál apostol egy ama gonosz napról, amely gonosz napon ellen kell állni. Másutt beszél Pál apostol arról, hogy a napok gonoszok, egyértelműen. Tehát vannak időszakok, amikor a gonoszság teret nyer, teret hódít, és ekkor ellen kell állni neki. Ez egy nagyon fontos dolog. Én azt gondolom, ez a mostani időszak is, az, hogy én most nem személyesen tartom az előadást, hanem ilyen felvételről, ez is az bizonyítja, hogy egy gonosz időszakot élünk meg. Ez semmiképpen nem Isten akarata, hogy online formában történjenek ilyen előadások. Az belefér, hogy online formában is megjelenjenek, de meggyőződésem, hogy Isten találta ki a személyes kapcsolatokat. Tehát Jézus is beszélt róla, hogy ez a gonoszság órája, a sötétség órája, amikor jöttek őt letartóztatni, és sátán teret nyert, megengedtetett neki valamilyen formában, hogy cselekedjék. Most is egy ilyen időszakot ér meg az emberiség, ilyen időszak volt a világháborúknak a korszaka, a keresztes háborúknak a korszaka, a pestis járványoknak a korszaka, van a gonoszságnak ideje. És azt mondja, hogy Isten minden fegyverére szükség van ahhoz, hogy ezeken a gonosz napokon ellen tudjunk állni sátánnak, és pedig olyan módon, hogy mindent elvégezvén meg is állhassunk. Most hirtelen beugrott egy ige nekem ezzel kapcsolatban, ilyen elő szokott velem fordulni, Lukács evangéliumban van egy nagyon ijesztő ige, a Lukács evangélium 21. fejezet 36-os ige verse, Lukács 21:36, amit nem túl jól fordít a magyar károli fordítás, próbálom én ezt úgy interpretálni, ahogy a legtöbben fordítják, hogy virrasszatok azért minden időben, imádkozván, hogy győzzétek megmenekülni mindezeket, amik bekövetkeznek, és az ember fia előtt állhassatok, vagy megállhassatok. Látszólag, és a nagyon sok keresztény úgy gondolja ezt, hogy ez az elragadtatás igéje, ez az az ige, amikor Jézus eljön a gyülekezetért. Most nem szeretnék belemenni abba a teológiai körútba, amiből kiderül, hogy nem, ez nem az. Itt arról van szó, hogy minden időben virrasztanunk kell, tehát ez hasonló az a gondolathoz, amit Jézus mond, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, mert a szellem ugyan kéz, de a test erőtelen. Tehát virrasztatok azért minden időben, imádkozván, hogy győzzétek, legyőzzétek mindazokat a dolgokat, győzzétek megmenekülni mindazokat a dolgokat, amik el fognak jönni, és ez nem az Isten haragjának a kitöltése, ez nem az Isten haragjának a kitöltetése, mert az elől a kereszténység megmenekül azáltal, hogy az Úr Jézus Krisztus elragadja. Elviszi Isten innen a földről. Ez sátánnak a gonosz napjai. Tehát azok a napok, amiről az Efezus levél beszél, hogy ellenállhassatok ama gonosz napon. Pál apostol többször beszél erről, hogy ilyenek vannak. Említ, hogy a jelen való szükség miatt jobb, hogyha az ember úgy marad, ahogy én is, tehát házasság nélkül, mármint Pál is. A jelen való szükség, az egy gonosz időszak volt, tehát vannak ilyen időszakok bizony. És ezekben az időszakban azért kell virrasztani és imádkozni, hogy úgy tudjuk megmenekülni ezeket a szörnyű helyzeteket, hogy tisztességgel, becsülettel, vagyis hogy meg tudjunk állni az Úr Jézus Krisztus előtt. Tehát ne úgy kelljen előtte megállni, mint ahogy Péter apostolnak kellett előtte megállni. Tehát Péter apostol például ama gonosz napon, amikor Jézus Krisztust elfogták, nem sikerült neki megállnia, hiszen Jézus Krisztust háromszor megtagadta. De letagadta, egyetlen ismeri ezt az embert. Tehát magyarán így aztán nem tudott megállni becsülettel az Úr Jézus Krisztus előtt. Aztán Jézus jött, és hát tisztázták az ügyet, de akkor is nem szeretnénk az Úr Jézus előtt így megállni,
hogy a kihívó helyzeteket, a gonosznak a kísértéseiben úgy tudunk megállni, hogy közben más oldalon vétkezünk, máshogy valami olyat csinálunk, ami az Úr Jézus Krisztusnak nincs kedvére, nincs tetszésére, ezt semmiképpen nem akarjuk. És ezért mondja Jézus azt, hogy imádkozni kell, virasztani és imádkozni kell, mert a test erőtelen. És ezért mondja Pál apostol, hogy vegyük föl Istennek minden fegyverét. Tehát visszatérve erre a levélre, az Efezus 6-ba, 14-es, azt mondja, hogy álljatok elő, lévén derekatok felövezve megigazultsággal, lévén felöltözve az igazságnak melvasába, lábaitokra felsarúzva lévén a békesség evangéliumának készsége. Mindehhez fölvegyétek a hit pajzsát, tehát ez az első dolog, amit nekem föl kell venni, ami megőrzi a szívemet, ugye, amellyel a ma gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok, az Istenben vetett bizalom, ugye, az üdvösség sisakját is fölvegyétek, vagyis tudjam a pozíciómról, hogy az milyen, tudjam azt, hogy az üdvösség mit jelent számomra, és a szellemnek kardját, amely az Isten beszéde. Itt az az ige, ami a helyén mondott ige, hogy azt mondja a példabeszédek, hogy mint az aranyalma ezüst tálcán, olyan a helyén mondott ige, ezt mondja, tehát Jézus Krisztus is mindig a helyén használta az igét, tehát tudjuk jól, sátán is használja az igét. Tehát sátán nagyon kitűnően tudja használni az igét, egy picit ferdít rajta, vagy megkérdőjelezi, vagy úgy használja, hogy nem lenne szabad. Jézus Krisztus és a farizeusoknak a rendszeres összecsapása, ha tetszik így mondani, rendszeres vitája. Pontosan ezen volt mindig, hogy ugyanazt az igét használták, csak az egyik helyesen hasogatta, a szellem szerint használta, a másik meg sátán sugalmazására használta, és kiforgatta, és gyakorlatilag ezért nem tudtak ők sosem egy húron pendülni. Jézus meg is mondta nekik világosan, hogy a sátán atyától valók vagytok. Kemény. Tehát az ellenkező, az Isten ellenálló, a vádoló, az ellenség a ti atyátok, mert az ő akaratát akarjátok megcselekedni. Hát a szellemnek a kardja azért az Isten igéje, mert az Isten igét lehet a Szent Szellem által használni, úgy, hogy Jézus Krisztus használta, vagyis isteni indítatásra. Magyarán ugyanabból az indítatásból, amiért Isten adta. És akkor elkezd beszélni arról, hogy mi ez a harc. Minden imádsággal, könyörgéssel, közbenjárással imádkozva, minden időben a szellem által, és ugyanezen dologban vigyázván, azaz hát virasztván, minden álhatatossággal és könyörgéssel, figyelem, tehát álhatatossággal virasztani, ami azt jelenti, hogy nem elég egy-egy hosszú imaórát tartani, hanem kitartóan, heteken, hónapokon, éveken át álhatatosan imádkozni és közbenjárni minden szentekért. Ez a szellemi harc lényege. És mond Pál apostol egy nagyon jó példát, egy nagyon jó témát itt azonnal. Én érettem is, hogy adassék nékem szó számnak megnyitásakor, hogy bátorsággal ismertessem meg az evangélium titkát. Tehát ki volt Pál? Egy apostol, egy evangélista. Az apostol munkájában benne van az evangélista munkája is. És ez volt az egyik lényeges kérdés, hogy az evangéliumot bizony hirdetni kell, mert az evangélium jelenti a megoldást az emberek számára kimenekedni eme gonosz világkorszakból. Az evangélium az, ami képes átvinni az embereket sátán hatalmából, az Istennek a fiának a királyságába, a sötétség hatalmából a világosságba, és ehhez szükséges van az evangéliumra. Ez van. Ez a kulcs kérdés. És Pál ezért imádkoztat magáért, mert ő az a személy, akin keresztül Isten szólni tud az emberekhez, és azért imádkozik Pál két dologért, hogy adassék szó szájának megnyitásakor, vagyis Isten mutassa neki, hogy mit kell mondani adott helyzetbe, és hogy legyen bátorsága ezt csinálni. És itt azonnal meg is jelenik a szellemi harcnak, tehát a két oldala és az időbeliségére is nagyon figyelni kell, hogy először van az imádkozás, az álhatatos, minden álhatatossággal való virrasztás, közbenjárás, a szellem által,
az evangélistákért, hogy adassék nekik szó szájuk megnyitásakor, és hogy bátran ismertessék meg az evangélium titkát. Én azt gondolom, hogy ha ezen elmélkedünk és ezen meditálunk, csak semmi máson, akkor is megértettük a szellemi harc lényegét. Megértettük azt a módszert, ahogy ezeket a szellemi fejedelemségeket és hatalmaságokat ki lehet ütni a nyerekből. Semmi másra nem játszanak ők, csak az időhúzásra, és arra, hogy a nemzetek ideje ne teljen le. És ez azért nem telik le, mert a nemzetek teljessége nem megy be Isten királyságába. Erről volt egy külön tanítás, ebben most nem megyünk bele. Az, hogy mit jelent a szellem által, ezt fogjuk megvizsgálni. Nyilván két dolgot. Az egyik dolog az, hogy adassék nékem szó számnak megnyitásakor. Ez nem pusztán a prédikációkor, az evangelizációkor kérhető, vagy nem pusztán ekkor van az ember rászorulva, hanem akkor is, amikor imádkozik. Nyilván, tehát szellem által imádkozni, az részben azt jelenti, hogy a Szent Szellem vezeti az imádságot. Tehát magyarán adja a témákat, adja az alanyokat, az ember szívébe helyezi azokat a dolgokat, amikért imádkozni kell, akikért imádkozni kell. Ez egyik jelentése. Ennek mindig már látni fogjuk, hogy Pál témáit, tehát hogy Pál apostolnak miket adott a Szent Szellem, hogy miért imádkozzon. Ezeket a témákat fogjuk átnézegetni alaposan. Egyrészt, másrészt pedig egy speciális imádságról is van szó, a nyelveken való imádságról. Most itt vesz egy olyan kanyart megint ez a bibliai előadás sorozat, amitől tudom, sokan felhördülnek, sokan megbotránkoznak, és mert sokan nem hiszik azt, hogy a Szent Szellem munkálkodik így, és sokan nem hiszik azt, hogy a Szent Szellem adja a kiejtést, és sokan azt gondolják, hogy az a bizonyos apostolok cselekedetében megírt szakasz, amit ugye Lukács rögzített, az még mindig létezne, és még mindig működne, és még mindig hatályban lenne. Felolvasnám én ezt a szakaszt, jó? Ez az apostolok cselekedetének a második fejezete, és a 4-es vers, 1-től olvasom, tehát abcsel 2, 1-től 4-ig, és a 4-es verset kell majd megfigyelni. És mikor a pünkös napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának. És lőn nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és elteli az egész házat, ahol ülének vala. És megjelentek előttük kettős vagy kettéosztott tüzes nyelvek, és üle mindegyikre azok közül. És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nékik szólniuk, vagy adta nékik a kiejtést. És hát ugye János, a bemerítő, megjósolja, megprofétálja ezt a jelenséget. Lukács 3.16-ban van ez, Lukács 3.16. Tehát mondja János, hogy én ugyan vízbe merítlek be titeket, de eljön, aki nálamnál erősebb, akinek nem vagyok méltó, hogy sarujának kötőjét megoldjam, az majd Szent Szellembe és tűzbe merít be titeket. És nagyon sok minden van a Szent Szellemről a Bibliában, és ez az egyik igazság, ami itt az apostolok cselekedetében, itt a második fejezet első 4 versében meg van írva, de nem az utolsó. És például ugye meg lehet nézni az abcsel 10-et, 11-et, és az abcsel 19-et, ahol látjuk ezt, hogy ez nem egy egyszeri esemény, ez nem csak az abcsel 2-ben, és nem csak az apostolokban, megjegyzem, hogy abban a felházban nem csak az apostolok voltak, hanem ugye értesülünk róla, hogy körülbelül 120 ember volt ott, tehát elég sokan. A lényeg az, hogy az abcsel 10.46-ban van a Cornélius és háza népének, meg a barátainak a megtérése,
és ez a szakasz is figyelmet érdemel, mert hallják vala, tehát az abcsel 10.46, bocsánat, hogy mondjam az ige helyett, abcsel 10.46, abcsel 10.46, mert hallják vala, hogy ők nyelveken szólnak, és magasztalják az Istent, és akkor utána jön az, hogy Péter azt mondja, hogy hát ezeket az embereket nem lehet kitiltani a gyülekezetből tulajdonképpen, hiszen a szellem ajándéka őrájuk is ugyanúgy eljött, mint ránk annak idején. Ez tehát az a bizonyos szellem ajándéka. És aztán ugyan az abcsel 11-ben is szó van erről, mikor pedig én elkezdtem szólni, leszáll a Szent Szellem őrájuk, miképpen miráink is kezdetben. Ugye Péter apostol mondja ezt megint, itt már beszámol az apostoloknak erről az eseményről, a többieknek, hogy mi történt. És ez Péter apostolnak a szolgálatában történt. De aztán Pál szolgálatában is történt ilyen, nézzük az abcsel 19.6-ot, tehát abcsel 19.6, és mikor Pál reájuk vetette kezét, száll a Szent Szellem őrájuk, és szólnak vala nyelveken, és profétálnak vala. Hát kérem, vagyis, ez nem egy egyedi eset, ez nem csak a zsidókkal történik meg, ez az apostolok szolgálatában ott van jelen, és az elmúlt 2000 évben ott van jelen a kereszténységnek a történetében. És a Szent Szellemnek mindig ott van a bugyrában, ha tessék így menni, a tarsójában. Ez az ajándék, két ajándékot említ az abcsel 19.6, új nyelveken szólnak és profétálnak. És hát, hogyha visszatérünk az abcsel 2-be, és nézzük a 7-es-8-as verset, akkor azt látjuk, hogy álmélkodnak pedig mindnyájan, és csodálkoznak vala, mondván egymásnak, nem, de nem, Galilea beliek ezek mindnyájan, akik szólnak. Mi módon halljuk hát őket kiki közülünk a saját nyelvén, melyben születtünk? És tehát magyarán ez annyira reális volt, annyira húsvér valóság volt, hogy ezek az emberek földi nyelveken szóltak akkor éppen, más népek földi nyelvén, amin nem tudtak igazából. Azt írja a Biblia, hogy ez a 4-es vers, abcsel 2-4, hogy ahogy a szellem adta nékik szólniuk, tehát a szellem adta a kiejtést, nem az ember. De ennek a mechanikája az, hogy az ember elgondolja, mit mond, akármilyen nyelven beszél is, és kimondja. Na most nem muszáj kimondani, amit az ember gondol, a fejében is gondolkodhat, akkor is egy nyelvet használ. És ha valaki poliglott, tehát több nyelven beszélő ember, az ugyanazokat a gondolatokat hasonló módon meg tudja formálni ezen a nyelven, azon a nyelven, és eldönti, hogy kimondja, nem mondja. Tehát az ember, aki gondolja, és az ember, aki kimondja ebben az esetben. Nyelveken szólás nagyon egyszerűen így lehet megfogalmazni, hogy az ember, aki kimondja, de nem az ember, aki gondolja. Ezek a kiejtések, ezek, amik így előjönnek, ezeket a szellem gondolja. A szellem hozza elő, és az ember kimondja, hogy tudja. Oké. Hát eztről értesülünk a Korintus levélben is, tehát hogyha ellapozunk egy pillanatra, kitérőket hamarosan abba fogom hagyni, 1 Korintus levélbe, a 12. fejezetbe látjuk a szellem ajándékait, és a 8-as verstől elfelé, tehát 1 Korintus 12, 8-as verstől elfele, és némelyeknek ugyanis bölcsességnek szava adatik a szellem által, másoknak pedig tudománynak szava ugyanazon szellem szerint. És egyek hit ugyanazon szellem, másiknak gyógyítások ajándékai, egy azon szellem által, némelyeknek csodatévő erőknek munkája, némelyeknek meg profétálás, némelyeknek szellemek megkülönböztetése, megítélése, másoknak nyelveknek nemei, másnak pedig nyelvek magyarázása. Ez a 10-es vers, ez a mindenket nagyon érdekel. Tehát 3 beszéd ajándék, 4 beszéd ajándékot látunk itt. Bölcsességbeszéde, ismeretbeszéde, nyelvek nemei, nyelvek magyarázata, és Pál apostol a következő fejezetben, a 13-ban az első verset azonnal ezzel kezdi, tehát nem felejtjük el, a Bibliát nem fejezetekként írták, ez egy levél,
és amit aztán Robert Essien szétdarabolt, és a Korintus 13.1-be került a mondat, hogy ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is. Tehát Pál beszél arról, hogy más embereknek a nyelvén is lehet szólni, olyan nyelven, amit az ember nem tanult meg, illetve angyaloknak a nyelvén is lehet szólni. Ez egy érdekes dolog, hogy angyaloknak van nyelve. Ez van, de Pál erről ír. Tehát magyarán van a nyelveknek különféle neme, ami ezért beszél a Biblia itt az előző fejezetben, hogy 10-es versben, tehát a Korintus 1, Korintus 12.10-ben, 1 Korintus 12.10-ben a nyelveknek nemei. Hát kérem, ez a nyelveken szólás. És én úgy gondolom, hogy ez nem ment ki a gyakorlatból, nem ment ki a divatból. Istennek semmilyen ajándéka nem vonatott vissza, ami erre az időszakra vonatkozik. Ez a Korintus 13-nak a végéről tudható. Tehát amikor Pál lezárja ezt a gondolatot, akkor mondja azt, hogy Korintus 13-12-ben, mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre, most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, hogy megismertettem, ugye? És most azért megmarad a hit, remény, szeretet, három, ezek között pedig legnagyobb a szeretet, mondja. Tehát most ezek a dolgok megmaradnak, azt mondja, de a 10-es versben állítja azt, hogy de mikor eljö a teljesség, tehát most még nem jött el a teljesség, tehát azt mondja, most tükör, 12-es, most tükör által homályosan, akkor pedig színről színre, most rész szerint van, akkor pedig, mikor akkor, ezt mondja meg a 10-es vers, mikor eljö a teljesség, akkor a rész szerint valók eltöröltetnek. És a rész szerint valók, rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint van bennünk a prófétálás, mondja a 9-es vers, rész szerint van bennünk a nyelveken szólás, rész szerint van bennünk mindez a dolog, tehát nem a teljesség ez, de ez akkor fog eltöröltetni, mikor eljő a teljesség. Oké? Az még nem jött el. Mert most azért megmarad a hit, remény, szeretet, három, ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. Tehát most még nem jött el a teljesség. És ezért most még megvannak a szellem ajándékai. Ez ilyen egyszerű. Tehát, hogyha összerakjuk Pálnak a gondolatrendszerét a 12-es elejétől, a szellemi ajándékokkal kapcsolatos tanítását, és a szellemi ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyám, hogy tudatlanok legyenek, akkor ennek a gondolatnak a vége az a Korintus 13.13-ban van. És utána ad egy gyakorlati útmutatást a 14-től, hogy hogyan kell a szellemi ajándékokat használni. Ezt most nem olvassuk fel, részleteket fogunk belőle hamarosan látni. Tehát magyarán én azt hiszem, hogy megalapoztuk azt, hogy a nyelveken szólás, igen, ez egy bibliai áldás, ez egy bibliai dolog, ez nem egy istentelenség, és ez egy ma élő lehetőség a keresztények számára. Aki veszi a szellem ajándékát, az veszi a nyelveken szólást. Ez a szellem ajándéka. Valakit betölt a szellem, ezt az ajándékot hozza magával, és a profétálást is hozza magával, ezt is láttuk, hogy láttuk őket nyelveken szólni és profétálni, ez van. Na most mire jó ez az egész? Hát erre szeretnék kicsit fókuszálni. A Róma levélbe vagyunk kénytelenek elmenni ehhez. A legfontosabb igéket fogjuk áttekinteni. És ez a tanítás egy buzdítás arra, hogy az emberek imádkozzanak sokat. És megadott témákról lesz majd szó, hogy miért imádkozzanak az emberek sokat. És ezek közbenjáró imádságunk, és az egyik legfontosabb közbenjáró imádság az a nyelveken való imádság. És azt nézzük meg, hogy a Biblia mit ír erről. Oké? Okay? Tehát nem azt nézzük meg, hogy milyen egyház mit tanít erről, nyersen és brutálisan azt, amit a Biblia tanít róla, semmi mást. Mire jó a nyelveken való imádság? Róma levélbe megyünk el, Róma levél 8. fejezetében, 26-27-es versek, Róma 8, 26-27. Nagyon fontos szakasz. Hasonlóképpen pedig a szellem segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kellene, ahogyan kellene, nem tudjuk, de maga a szellem esedezik mi érettünk, kimondhatatlan fohászkodásokkal vagy nyögésekkel. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a szellem gondolata,
mert a szellem Isten szerint esedezik a szentekért. Hát láttuk a Szent Szellemnek a bizonyságtévő szolgálatát, ugye, az apostolok cselekedetének a második fejezetében. Ez a bizonyságtétel arról szólt, egy komplett csoda volt, emberek, akik nem tanultak meg 17 féle nyelven, azok 17 féle nyelven beszéltek. Ez egy bizonyság volt, amiből látták az emberek, hogy a kitöltetett szellemnek az ajándéka. Ez a bizonyság a mai napig ott van minden keresztény életében, aki veszi a Szent Szellemet. Itt egy másik dologról vagyok szó, amire szeretnék én fókuszálni ma ebben a kis tanításocskában, Róma 8-ban, tehát Pál apostol, és egyáltalán az újszövetségi szentírás egy csomó dolgot megnevez témaként, hogy mi az, ami Isten akarata, és mi az, amit Istentől el kell kérni. Mert hát csak azért, mert valami Isten akarata nem biztos, hogy magától teljesül, ugye? Hiszen az ember van ide téve, hogy végrehajtsa, viszont az ember az a az emberi az a hatókör, hogy eldöntse, mit történhet, mi nem, és jelen per pillanatban elég gyászosan dönt az emberiség, amint látjuk, de Isten akarata szerint is lehet dönteni, és Isten akaratáért viszont kell imádkozni. Jézus is azt mondta, hogy imádkozzatok, hogy meglegyen az Isten akarata a földön úgy, ahogy a mennyben. Nagyon sokan kántálják el ezt az imádságot, és nem gondolják végig, hogy ez mit is jelent. Ez azt jelenti, hogy Isten akarata megvan a mennyben. Ugyanaz az isteni akarat a földre vonatkozóan, ami a mennyre, de itt a földön imádkozni kell azért, hogy az meg is történjen, míg a mennyben automatikusan megtörténik. Oké. Erről van szó, Jézus erről beszél. Tehát tudnotok kell, mi Isten akarata a mennyben, és azt imádkozni kell azért, hogy az itt is megtörténjen, mert itt magától nem történik meg. Na most, egy csomó dologról tanít a Biblia, hogy mi az isteni akarata a mennyel kapcsolatban, vagy a földdel kapcsolatban, de egy csomó helyzetbe kerülhet az ember, amikor itt van a 26-os vers, mert azt, amit kérnünk kellene, ahogy kellene, nem tudjuk. Tehát magyarán látunk egy helyzetet, ami látjuk, hogy rossz, de fogalmunk nincs miért. És számtalan oka lehet, semmi képességünk nincs kideríteni, hogy mi az oka a dolognak, viszont imádkozni kéne a helyzetért, hogy az isteni akarat megtörténjen. És az viszont mindig konkrét. Hát kérem szépen, hogyha valaki beteg, akkor nem azért kell imádkozni, hogy Isten adjon neki bölcsességet az akvarisztikával kapcsolatban. Ugye? Mert van egy olyan ige, hogy akinek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, kérje hittel, semmit sem kételkedvén. Ugye? Tehát akkor nem bölcsességért kell imádkozni, hanem gyógyulásért. Hogyha valakinek valaki ostobácska, és azt hiszi, hogy őt Isten sújtotta valamivel, és nincs képben azzal kapcsolatban, hogy nem, nem, barátom, ez a csapás nem Istentől van, hanem az ördög jött azért, hogy jöjjön, lopjon, pusztítson, akkor bölcsességért kell imádkozni, és nem mondjuk gyógyulásért, nem anyagi áldásért, nem azért, hogy megszabaduljon valamitől, hanem hogy belássa a helyzetet, Isten megértesse vele, hogy miről van szó. Na de vannak olyan helyzetek, amikor az ember nem tudja, hogy mi okozza a problémát, csak azt látja, hogy gáz van. Nem is biztos, hogy látja, hogy gáz van. Én emlékszem, alig egy évvel ezelőtt, talán 11 hónappal ezelőtt a szellem hozta nekem nagyon-nagyon erősen, hogy imádkozni kell, sokat nyelveken, sokat közben járni, és kifejezetten azt hozta a Szent Szellem, hogy nyelveken kell imádkozni, mert valami szörnyűség fog következni a világra. Valami szörnyűség jön, én nem tudtam mi, és mindenhol mindenkinek, ez is az előadás sorozat is ment már akkor, és más témában akkor, de nem bírtam megállni, hogy ne beszéljek arról rendszeresen, hogy járjatok közben, imádkozzatok, aki tud nyelveken szólni, tehát aki be van töltve szellem által, akinek van hite ebben, az imádkozzon, nagyon szépen kérem, mert valami szörnyűség jön. Miért nyelveken szólásra buzdított a dolog? Mert nem tudtam, mi jön, és nem tudtam, miért kell imádkozni. És utána néztem egyébként ezt a vírus helyzetet, ami most éppen van. Ezt hárman profétáltak meg, akiket az egyik volt David Wilkerson, aki megprofétálta
konkrétan, pontosan konkrétan ezt a helyzetet. A másikuk Joseph Prince volt, aki megprofétálta konkrétan ezt a helyzetet. A harmadik úriember, akinek a nevét most nem mondom, ő egy zsidó keresztény srác, aki nem profétálta meg konkrétan, ezért nem mondom ki, de mondta, hogy látta az üres gyülekezeteket, az üres istentiszteleti termeket, és hogy minden kiürül, és nem tudta miért. Nekem fogalmam nem volt, hogy mi fog következni, csak azt tudtam, hogy valami szörnyűség jön, és hogy sokat kell imádkozni. És az ima teher, ez az emberen ott van. És ilyenkor, amikor érzi az ember, hogy baj van, szoktam mondani ilyenkor viccesen, hogy zavart érzek az erőben, akkor az ember mit csinál? Elkezd nyelveken imádkozni. Mert amit kérnie kellene, és ahogyan kellene, nem tudja. Fogalma nincs, csak érzi, hogy baj van. Na most, amint kellene, azt mondják a görög okosok, hogy ez igazából azt jelenti, ahogy a helyzethez képest kérni kéne. Mert ugye tudjuk azt, hogy hogyan kell Istentől kérni, ennek mindenféle módját tudjuk. Jézus nevében megyünk az Atyához, és kérünk, ott appellálva Jézus Krisztusra és a kegyelemre, kérünk az Atyától. Ezt tudjuk, tehát itt nem technikai kérdésről van szó, hanem tudatlanságról. Ez az előző mondat vége az erőtelenségünk. Hát de ez nem azt jelenti, hogy a testépítő az tudja, hogy miért kell imádkozni minden helyzetben. Ez nem fizikai erőtelenségről van szó, hanem az emberi mi voltunkról vagyunk szó. És mert emberek vagyunk, ezért nagyon szűk a mi érzékelési képességünk. Annyira azonban nem szűk, hogy ne érezhessük, vagy ne tudhassuk, hogy valami készül, valami baj van, és ezért imádkozni kell. Miért tudunk nyelveken imádkozni? Azért, mert maga a szellem esedezik érettünk kimondhatatlan fohászkodásokat. Tehát ez megdöbbentő, de azt állítja ez a szakasz, hogy a Szent Szellem, tehát a nyelveken való imádságnak az egyik témája az az, aki imádkozik. Az és a társai értünk, mi értünk keresztényekért, hogy ez pontosan mit jelent, azt a 27-es mondat mondja meg, a szentekért. Kik a szentek? A keresztények. Ez világos bibliai tanítás. A Földön emberek, szentek, azok keresztények. Nem szentéavatottak, hanem akik itt élnek és Krisztusban vannak, azok a szentek, akikért a szellem esedezik. És ezt mindenképpen nagyon fontos kihasználni, ezt a lehetőséget. És azt mondja, hogy hogyan van ez, mit jelent ez, hogy kimondhatatlan fohászkodásokkal, vagy kimondhatatlan nyögésekkel. Ez azt jelenti, hogy amit az ember kimond abból, amit a Szent Szellem ad, kiejtést, az lehet, hogy meg se közelíti azt, ahogy egy profi mennyei nyelvész azt elmondaná, de nem is ez számít. Nem is ez számít, hanem az számít, hogy a szellem adja a kiejtést, és valahogy valaki kinyögi, vagy hasonlít hozzá, vagy nem, mert aki a szíveket vizsgálja, mondja a 27-es vers, mert aki a szíveket vizsgálja, tudja, mi a szellem gondolata. Gondolata. Mert a szellem, mármint a Szent Szellem, Isten szerint esedezik a szentekért. És hát ki az, aki a szíveket vizsgálja? Hát a szívek vizsgálója az Úr, a mindenható Isten. Ő tudja, mi van az emberek szívében. Ő mindig vizsgálja a szíveket. És akkor miért kell kimondani, hogyha a szívünkben ott van a szellemnek a kiejtése? Egyrészt azért, mert hogy az ember akkor koncentrál arra, amit a szellem mond, és a Szent Szellem egyáltalán képes kijelentését tenni valamit. Másrészt meg, ugye Jézus azt mondta, hogy aki kér, az kap. Na most az imádság az szóban elhangzik. Hát az az imádság. Az ember csak gondolja, azt gondolkodásnak hívják, nem imádságnak. Igen, tudom, vannak néma emberek, igen, tudom, Isten is tudja, hogy vannak néma emberek, és Isten is tudja, hogy az ő gondolataikat meg lehet hallgatni. Természetesen. De amikor arról van szó, hogy az ember imádkozni, akkor nyissa ki a száját, én azt szoktam mondani. Mert ez az egész dolog arról van, ez nyelveken szólás, és nem nyelveken gondolkodás, nyelveken elmélkedés, és mi egymás. Szólás. A szólás pedig azt jelenti, hogy beszélek, mint most. Tehát ezzel a gondolat véget ért, hogyha az ember nem tudja, miért kell imádkozni, de tudja, hogy kell, nem tudja a helyzethez képest, mit kéne kérni, de tudja, hogy imádkozni kell,
akkor kezdjen el nyelveken imádkozni. A Szent Szellem pedig ki fogja ezt használni, és az Isten akarata szerint fog esedezni a szentekért, és Isten pontosan tudja, mit akar a szellem, mit gondol a szellem. És ez egy ilyen nagyon csodálatos dolog, amire Pál utal az Efezus 6.18-ban. Ugye, amit az előbb néztünk meg, minden imádsággal és közbenjárással imádkozván minden időben a szellem által. Ugye? Itt már értjük azt, hogy akkor a szellem által való imádság pontosan mit jelent. Pontosan azt, hogy a szellem adja a kiejtést, és hát vannak emberek, akik beleállnak szépen a nyelveken imádságba, és egy 6 órát nyomják egyfolytába. Van ilyen. Ez persze nem sztárkodás, hogy most akkor hú, te csak 3-at. Nem erről van szó, hanem van ennek egy dinamikája, ha tetszik így mondani. Egy átfutása, hogy az ember elkezd nyelveken imádkozni, és érzi az ember a súlyát annak, hogy imádkozni kell. És aztán hát 2 dolog szokott történni. Az ember vagy belefárad néhány óra múlva, vagy felszabadul. Ezt azt szoktuk mondani, mi keresztények, hogy felemelkedik az emberrel ez az ima teher, és esetleg jön az Úrnak egy öröme, vagy esetleg egyszerűen egy békesség, egy megnyugvás, hogy igen, jól van. Valami elvégződött, valami történt. Ezek a mostani idők, ezek a ma se tudjuk mi ez tulajdonképpen, ami történik itt a vírushelyzettel kapcsolatban. Ezek az idők, ezek vészterhes idők, és bár a szemünk előtt zajlik a történés, csak a felszínét látjuk, nem látjuk mi van a mélyben, nem tudjuk mi ez az egész. A hatásai azonban nagyon kellemetlenek. Egyrészt ott vannak azok az emberek, akik szörnyűségesen elpusztulnak, aztán ott vannak azok az emberek, akik szörnyű kínok között betegek és gyógyulnak meg, hála jó Istennek. Aztán ott van a félelem, ami az emberek szívében van, és rettegnek attól, hogy megbetegszenek, és ezáltal aztán le lehet állítani a társadalomnak a felét gyakorlatilag, az emberi kapcsolatok jó részét le lehet blokkolni tulajdonképpen. Az emberiséget online térbe lehet terelni, ahol aztán abszolút totálisan ellenőrizhetővé lehet tenni pillanatokat. Tehát ez az egész borzalmas irányokba mutat, és hát nem látjuk, az emberiség a mai napig nem látja, hogy mi a kilábalás ebből az egészből. Ha valaki megkukkantja a halálozási statisztikát, akkor meg azt látja, hogy az elmúlt Magyarországon az elmúlt 4 év legjobb statisztikáit futjuk, vagyis a legkevesebb ebben az évben halt meg eddig, visszatekintve az elmúlt 4 évre. Tehát igazából nem tudjuk, mi a csuda ez, ami történik. Egy biztos, imádkozni kell ezért a helyzetért. Imádkozni kell az emberekért. Nyilván, ha valaki beteg, azért világos, miért kell imádkozni, ott nem kell a nyelveken való imádságot használni, hanem minél hamarabb, minél gyorsabban meggyógyuljon és teljes egészségbe jusson. Hogyha valaki beteget ápol, ott se kell kérni a segítségét a Szent Szellemnek, hogy miért kell imádkozni. Az Úr áldja meg a kezét és adjon neki kitartást és örömet és békességet a munkájában, és sok sikert főleg, tehát beleértve az orvosokat, a nővéreket, az otthonápolókat és mindenkit, hogy áldottak legyenek, hogy minél hamarabb egészség legyen a betegségből. Itt sem kell a Szent Szellemnek a segítségét kérni. De úgy az emberekért, akik sokféle helyzetbe kerülhetnek emiatt a mostani akármi miatt, azokért viszont már nem tudjuk, miért kell imádkozni. Mert van, aki ebben a helyzetben, van, aki a munkáját vesztette el, van, aki ilyen szorult helyzetben van, van, aki karanténban van, de nincs, aki kaját vigyen neki, van, aki egy millió dolog lehet. És nem csak egy ilyen helyzetben, ami most van a világon, csak erre reflektálunk most, hanem nagyon sok helyzet van a világon, amiben fogalmunk nincs, hogy Isten hol akar imádságot. És úgy általában egyáltalán Nicaraguában van egy keresztény, aki valamiféle bajban van, a Szent Szellem tudja, nekem meg itt a szám. És a Szent Szellem adhatja a kiejtést. És én tudok imádkozni azért a nicaraguai jó emberért, hogy az Úr tudjon vele valamit kezdeni. Hogy miért nem tud Isten valamit kezdeni valakivel imádság nélkül, azt tisztáztuk ennek az előadásnak a sokadik visszamenő szakaszában, meg lehet hallani, hogy Jézus beszél arról, hogy aki kér, kap. Aki nem kér, nem kap. És ez ilyen egyszerű.
Tehát nyelveken szólás az a hatalma. Isten bocsássa meg, hogy ilyet merészelek mondani, a legnagyobb joker. Tehát, hogyha nem tudod, hogy miért kell imádkozni, ezt a lapot kell használni. Nagyon fontos része a nyelveken való imádságnak a következő ige, Korintus 14.2. Korintus 14.2. Hogy mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól. Tehát ugyan beszélsz, de nem embereknek, hanem az Istennek szól. Mert senki sem érti. Miért nem? Hát Isten csak a szívbelátó Isten tudja, miről van szó. Tehát igen, a nyelveken szólás történhet olyan nyelven, amit nem értenek az angyalok sem. Azt mondja itt a Biblia, senki sem érti. Hanem az illető szellemben beszél titkos dolgokat. Szellemben beszél titkos dolgokat. Erre szoktam mondani, hogy sátán nem lát a szívbe, nem ismeri az embereknek a gondolatait, és végképp nem ismeri a Szent Szellemnek a gondolatait, és az ember egy csomó dolgot nem tud. Isten az embernek egy csomó dolgot nem jelent ki, mert hogyha a Szent Szellem kijelenteni nekem ezt meg ezt, akkor azt kijelenteni a sátánnak is. Tudnilik, kijönne a számon. Tudnilik, a viselkedésemet módosítaná, és abból sátán össze tudja rakni a képeket, össze tudja gondolni, nagyon okos fickóról beszélünk, aki az emberiséget évezredek óta tanulmányozza, és a más lényeknek a tanulmányozását nem az emberrel kezdte, sokkal intelligensebb, szofisztikáltabb lényeknek a dolgait meg tudja jósolni, be át tud látni a szitán, tud a sorok között olvasni, stb. Stb. Tehát, hogyha szeretnénk titokban, Isten valamit szeretne titokban tartani, a sátán előtt, de szeretné, hogy imádkozzanak érte a Földön, akkor azokat az embereket fogja tudni egyedül használni, akik szellem által képesek imádkozni. Senki mást nem tud Isten erre használni. És ez egy iszonyatos kisebbség ezen a bolygón, aki szellemmel betöltve, és ezt még használni is hajlandó ezt az ajándékot, és nem csak valamikor egyszer szólt nyelveken, aztán már régen is felejtette, hogy történt ilyen az életében, és tisztelet és becsület azokért az emberekért, akik naponta, órákon át tényleg imádkoznak nyelveken, mert Isten nagyon sok mindent tud ezen keresztül elintézni. Oké. Az 1 Korintus 14.4, tehát két verssel tehát Korintus 14.4, aki nyelveken szól, magát építi. Ez egy érdekes ige. Épül az ember. Hát miben épülhet az ember, ha nem tudja, miről beszél az ember? Ugye? Tehát ugye azt mondja a Biblia, hogy szellemben beszél titkos dolgokat, senki sem érti, vagyis az sem, aki nyelveken szól. Számtalan egy gyönyörű történet van a gyülekezetben, hogy valaki szólt valamilyen nyelven, amin bizonyára nem tanult, és akkor ugye valaki oda ment hozzá az alkalom után, az imádság után, hogy hogy történt az, hogy te beszélsz az én nyelvemen, és akkor ez valami afrikai nyelv volt, ahol itt összesen 5000-en beszélik a bolygón, meg mit tudom én. Szóval van ilyen nem egy, nem kettő, megszólalt valaki jiddisül, héberül, de nem tudott, stb. Én voltam tanulja annak, hogy angolul beszélt valaki, és tudtam, hogy nem beszél angolul, nem tud angolul, hogy a csodába beszél angolul. Egyszerűen, tehát ilyenek van, ez az én saját tapasztalatom volt. Vannak ilyenek, de van, amikor a szellem általi nyelvet senki nem érti, de akkor milyen épülés lehet abból, hogy lehet abból épülni, hogyha valaki semmit nem ért. Hát pont a Korintus levél 14. fejezetének, hogyha valaki elolvassa végig, amit most mi nem teszünk, de házi feladat, ott pont ez a lényeg, hogy Pál apostol arról beszél, hogy a gyülekezetben értelmes módon kell beszélni, mert az embereknek az elméjéhez szólunk, ott szükség van, hogy megértsék a dolgokat, és szükségem van megértésen keresztül jut el a szívükig, a szellemükig, és lesz belőle hit. De, és akkor nem beszélünk nyelveken, de mégiscsak lehet önmaga épülhet az illető, ha nyelveken szól. Júdás magyarázza meg, Júdás 20, tehát a Júdásnak van, ez nem az a Júdás, az Iskarióti, ez egy másik Júdás, és egyetlen fejezetből áll a levele, ennek a 20-as verse így szól, ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben
imádkozván a Szent Szellem által. Tehát az embernek az Isten iránti bizalma épül, hitben épül az ember, amikor nyelveken szól. Tudnélik, nyelveken nem is lehet hitetlenül szólni. Tudnék, aki ebben nem hisz, azt nem fogja csinálni. És mivel a nyelveken szólás hasonló módon működik, mint a beszéd, hogy az ember nem megtervezi előre a 27 mondatot, amit el fog mondani, hanem úgymond folyamatosan gondolkodva mondja ki azt, amit mond. A nyelveken szólás ugyanígy van, hogyha az ember elkezd nyelveken szólni, a szellem folyamatosan adja a kiejtést, és hogyha az ember megáll, eltűnik a kiejtés, ha tetszik így mondani. Ez folyamatosan jön közben, miközben az ember mondja. És ez egy hitlépés minden pillanatban. Hát az ember hite bizony épül ebben a helyzetben. Arról nem is beszélve, hogy azt mondja az írás, hogy a bennünk munkálkodó erő szerint Isten hatalmas dolgokat tud kérni, feljebb mint sem gondoljuk, mint sem kérjük, vagy mint sem elképzeljük, bennünk munkálkodó erő szerint, hogy ez is az Efezus levélben van, és ha ezt összerakjuk azzal, hogy a szellem esedezik értünk, akkor ki tudja, hogy Isten mit végez el, a szellem által bennünk, még azon kívül, hogy a hitünkben épülünk. Ezt csak Isten tudja, ezek a titkok az Úréi. Nyilvánvalóan Istenben való bizodalmunk alapján Isten valami jót csinál. Isten bármit csinál, jót csinál. Ez teljesen nyilvánvaló. Pál apostol szolgálata óriási szolgálat volt, és hihetetlenül erőteljes szolgálat volt, ha tetszik így mondani. Az erőteljességét nem mindig láttuk az adott helyzetben, az eredményekben. Tehát az eredményeket nem lehet mindig azonnal leszűrni, ami Pálnak az életében látszik, hogy elfordultak tőle sokan, meg mi egymás. Na de hát kérem, azért eltelt 2000 év, és Pál apostol néhány emberre hatott azóta. Ez egy érdekes gondolat. És Pál tesz egy megjegyzést itt, a visszaugrunk a 1 Korintus 14-be, a 18-as versben. Mondja azt, hogy hálát adok az én Istenemnek, hogy mindnyájatoknál többet szólok nyelveken. Tehát Pál apostol hálás azért, hogy ő neki van alkalma sokat nyelveken szólni. Pál apostol leírja azt, hogy ez egyedül, amikor önmaga van, mert a gyülekezetben inkább egy szót szól értelmesen, mint több ezer szót nyelveken. Tehát ez nyilvánvalóvá válik Pálnak a tanításából, hogy ő a magán ima idejében, magán ima szférájában beszél, szól nyelveken. De mivel aki nyelveken szól, önmagát építi, mivel aki nyelveken szól, az hitében épül, mivel aki nyelveken szól, az szentekért könyörög, és önmagáért is többek között, ez Pál apostol hálás, hogy őneki sok alkalma van erre. Mert tudja, hogy Isten ezt az összes imát bizony-bizony meghallgatja, és gyakorlatilag meg is válaszolja, tehát Isten lereagálja ezeket a dolgokat, tehát következőleg történések fognak lenni itt ezen a bolygón azért, mert valaki kinyitotta a száját és nyelveken imádkozott. Hogy hol lesz az a történés, mi lesz az a történés, ezt megint csak nem lehet tudni. Isten reakciója lesz a nyelveken való imádságra. És hát egy utolsó gondolat, még az 1 Korintus 14-ből, innen, ebből a szakaszból, egy picit visszább, a 13-as, 15-ös versek, aki azért nyelveken szól, imádkozzék, hogy megmagyarázza. Mert ha nyelvvel könyörgök, a szellemem könyörög. Hát a szellem imádkozik, az ember szellemén keresztül, tehát a Szent Szellemen keresztül, Szent Szellem imádkozik az ember szellemén keresztül, a szellemem könyörög. De értelmem gyümölcstelen. Tehát senki azt ne várja, hogy az ő elméjében növekedni fog, mert nyelveken szól. Világos, hitében fog növekedni, szellemében fog növekedni. Hogy van hát? Imádkozom szellemmel, de imádkozom értelemmel is. Tehát Pál itt megemlíti, hogy bizony-bizony szükség van az értelemmel való imádságra, már csak azért is, hogyha egy akarattal együtt imádkozunk, akkor a másik tudjon egy akarni. Mert hogy tudja azt, hogy miért imádkozom, mert azt ő vagy akarja, vagy nem. De ha nem tudja, miért imádkozom, szellemben beszélek titkos dolgokat, akkor hogy mond arra áment? Hogyan tud ő ezzel egy hangon bendülni? Sehogy. Nyilván ez egy magánügy. Mégis azonban, hogyha valaki nyilvános indítatással akar szellemben imádkozni, azt mondja, hogy akkor imádkozzék, hogy megmagyarázza, ha emlékszünk, és vissza
kukkantunk a Korintus levélnek a 12. fejezetébe, akkor itt látjuk, hogy másoknak nyelve, tehát az 1 Korintus 12.10-be, némelyeknek nyelvek nemei, másoknak pedig nyelvek magyarázása. Hát nyilván itt a magyarázás szóban benne van nekünk magyaroknak, hogy a magyarul történő elmondása, de ez nem egy fordítás, hanem megmagyarázza a szellem, hogy valaki miért imádkozott, és ezt már el lehet mondani. Szokták mondani, hogy a nyelveken szólás és a magyarázat együtt egy profétálás nyit tesz ki, tehát annyit érne a profétálás, mind a kettő inspirált beszéd, csak az egyik speciálisabb, ugye profétálni sok minden másért lehet, tehát a proféta tipikusan épülésre, buzdításra, vigasztalásra szól, még a nyelveken való imádság, most tisztáztuk, hogy miért van, de nem baj, néha előfordulhat, hogy a szellem tudatni akarja, vagy tudatni hajlandó, hogy miért folyt az imádság. Tudatni hajlandó. Nyilván ez akkor nem fogja tudatni, hogyha ezt titokban kell tartani. De hogyha ha meg lehet mutatni, meg lehet mondani, akkor meg lehet mondani, akkor Isten előhozza, hogy miért is imádkoztál, barátom. Utólag nyugodtan meg lehet tudni, mert utólag az ember már hitben imádkozott, és akkor ebben a hitben megmaradunk egész egyszerűen, és lehet tudni, lehet következtetni, lehet bizonyos dolgokra esetleg máshogy is reagálni akkor, hogyha az ember tudja, hogy miért imádkozott. Ez ilyen hátulról visszafele megértett imádságról vagyon szó. De itt azt mondja Pál apostol, hogy igen, szükség van az imádkozni szellemmel című kategóriára is, és szükség van arra is, hogy az ember értelemmel is imádkozzon. És ez akkor is így van, hogyha nem a gyülekezetben imádkozik. És hát erről a témáról fog szólni a következő előadás majd, hogy a Biblia beszél arról, hogy Pál apostol mikért imádkozik. Tehát miért imádkozik, mik a témái. És én meg vagyok róla győződve, hogy Pál apostol ez egy inspirált ember volt, tehát a Szent Szellem hajtotta őt, a Szent Szellem indította őt, nem csak arra, hogy imádkozzon, nem csak arra, nyelveken imádkozzon, hanem arról is, hogy mit írjon le, mik a témái. Nem véletlenül írja le Pál apostol, hogy miért imádkozik ő. Mert azt gondolom, hogy ezzel egyrészt szeretné tudatni a drága testőrekkel, hogy mik a lényeges ima témái, amikért imádkozik értük, de nem csak erről van szó, hanem arról is van szó, hogy tudatni akarja, hogy mik azok a legfontosabb dolgok, amikért imádkozni kell testvérekért, emberekért, ezért, azért, amazért. És a következő előadásokon semmi más nem fog történni, mint ezt végig fogjuk nézni egyesével, mert ezek úgy gondolom, hogy klasszikus témák. Ugyanúgy, ahogy Jézus Krisztus nagyon sok beteget meggyógyított, tömegek jöttek és tömegek gyógyultak meg, de ha megnézzük közelebbről a Bibliában, akkor 21 gyógyítás van leírva. Ahol a párbeszédek, meg minden, mi történt, hogy történt, pontosan miért. Miért pont az a 21 van leírva? Némelyik szinoptikusan megjelenik ebben az evangéliumban, abban is, van amelyik mind a háromban, van amelyik csak egyben. Miért pont ezek jelennek meg? Miért pont ezek a témák? Azért, mert Isten ezzel nekünk el akar mondani valamit. Azért, mert Isten azt akarja, hogy megértsük ezeknek a gyógyításoknak a folyamatát. Megértsük, hogy pontosan mi történt. Itt ugyanerről van szó. Miért pont ezek az imádságok vannak lejegyezve? Miért pont azért, mert a Szent Szellem azt akarja, hogy ezek a témák, ezek most is közkézen forogjanak, közszíven forogjanak, közszájon forogjanak, és az emberek ezekért most is imádkozzanak, mert ha akkor és ott ezek, kardinális kérdések voltak, ezek lényeges, életbevágó imádságok voltak, ezeken fordultak meg bizonyos történések, ezek stratégiai ügyek voltak, akkor most is azok. És az elmúlt 2000 évben végig azok voltak, nyilvánvalóan. És hálát adunk Istennek, hogy ezek is fönnmaradtak. Úgyhogy hát buzdítok mindenkit, hogy aki szellemmel betöltött ember, hogy a kis ima helyén, az ima kamrájában adjon magának bőségesen időt arra, hogy imádkozzon nyelveken. A
Adjon hálát Istennek azért, hogy ezt az imádságot Isten meghallgatta, és mi hamarabb lereagálja, akár miért is imádkozunk így, az annál, minél hamarabb Isten megteszi, annál jobban jár azzal mindenki. Hát köszönöm a figyelmet, ennyi fért bele ma az egy órácskába. Mindenkinek hát jó egészséget kívánok, Istennel töltött időt, és azt javaslom, mindenki tartsa magát nagyon-nagyon közel az Úr Jézus Krisztushoz ezekben az időkben. Ne felejtsük el azt, hogy most itt van egy ilyen járvány, vagy ki tudja mi ez, de itt van, és Jézus Krisztus idejében is megvoltak a szörnyűségek, ott volt a lepra, ahogy ugye bélpoklosságnak ír a Biblia, ott volt a vízkórossága, sok minden ott volt. Jézus egyiket se szüntette meg. Tehát Jézus nem állította le leprát, mint olyat. Az azóta is volt, és ez nem csak Jézus idejében volt ott. Jézus ki is emeli, hogy a szíriai Námán esetében, idejében nem csak egy ember volt leprás. Hát ott sokan leprások voltak, mégiscsak a szíriabeli Námán gyógyult meg. És ebből a tanulság számunkra, hogy Isten most se fogja leállítani a betegségeket, a katasztrófákat ilyen módon, ezeknek megvan a természetes kifutása, és lehet, hogy idővel megszabadulunk tőle, viszont mindenkit Jézus Krisztus meggyógyított, aki hittel fordult hozzá, és ez itt a lényeg. És ez a kimenet, ez a jó kimenet. Isten mindenkit meg tud őrizni, meg tud gyógyítani személyesen. Ha az a személy közel tartózkodik hozzá, ha az a személy hittel, bizalommal fordul felé, és ez most itt a lényeg, kedves keresztényeknek, és ez a lényeg, ezért imádkozunk az emberekért, hogy személyes kimenekedést kapjanak mindenféle dologból, mindenféle helyzetből, betegségből, mi egymásból, ezért kell az evangéliumot hirdetni, ezért kell, hogy az emberek hitre jussanak, ezért kell, hogy az emberek Istennél legyenek, ezért kell, hogy az embereknek Istennel való közösségük legyen, mert ez többek között azt jelenti nekik, hogy megússzák ezeket a helyzeteket. Szóval mindenkit buzdítok az imádságra, mindenkinek jó áldást és jó egészséget kívánok, és találkozunk 2 hét múlva.